elsőre nekem érdekes módon, és valószínűleg ez meglepetés lesz mindenkinek, mert Kossuth Lajos jut eszembe az amerikai magyarokról. Én az amerikai nagyköveti pozíció előtti 50 évben kevesebbet tudtam Kossuth Lajosról, mint amit odakint megtanultam róla. Például, nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy az 1850-es évek elején ő egy túrát csinált Amerikában, Kolumbuszban kezdte egyébként, a londoni kongresszus mai napig őrzi a beszédét, és az a beszéd adta Lincolnnak, nem is tudom, hogy 11 évvel később a híres Gettysburgi beszédjének az ötletét, amiről ma mindenki beszél. Ha Lincolntól idézni kell, akkor azt beszélik, hogy a demokrácia az tulajdonképpen miről is szól. És egy Kossuth Lajos itt lett. És az amerikai kongresszusban Lafayette után Kossuth Lajos volt a második külföldi, aki felszólalhatott. Ez egy fantasztikus büszkeség. Én oda úgy mentem ki, hogy itt magyar jelölt, és nagyon szintén szóval így félelmekkel teli, hogy nagyon Amerikában fognak hozzám szólni. Én ezek a kicsi magyar, és ott senki nem lesz, aki ebben így támogat, csak ott lesznek az amerikaiak, a többi ország képviselői. És nekem ez egy óriási dolog, hogy én úgy voltam ott Amerikában, hogy közben a magyarok és az ott élő magyarok az első naptól kezdve maximálisan mellettem álltak, és tényleg egy igazi magyar Emmy fesztivál, meg egyetlen egy magyar siker születhetett, például Pászló István konzul volt az, aki nekem biztosította ezt a lehetőséget. Azzal kezdeném, amivel nagykövetül is kezdtem, a Kossuth nevével. Néhány évvel ezelőtt, most már sajnos több mint 10 éve volt egy nagyon izgalmas élményem, ez volt az egyik ilyen road trip, az első road tripjeim egyik Amerikában, amikor elmentünk az egyik Kossuth nevű településre, tudni kell, hogy minimum 7 Kossuth volna nevezett település Amerikában, ez se tudok. Mi az akkori állomásaimhez, Washingtonhoz legközelebbről mentünk, ez Pennsylvaniából. Hát kihaltak voltak már az utcák, mert későn értünk oda, meg hát csak egy utca volt, és azért jött egy karaván-szerű képződmény a társaság úton, abból már tudtuk, hogy ez alapvetően egy amis település. De hát azért gondoltuk, hogy beszélgetünk, hogyha már sokat autóztunk, és megkérdezzük őket, hogy tudják-e, hogy ki volt Kossuth, hogy kire van ez a város, és igazából meg is értődtek, hogy azt feltételezzük, hogy nem tudják, mondták, hogy hogy a fenében tudnák, hát egy nagyon-nagyon híres eszkimó törösfőnök volt.